az előző rész tartalmából. Ideje véget vetni a pályafutásuknak. Ti addig még szerezzetek tagokat a klámba. Én megyek látogatóba. Fúrós, maga mit csinál? Fúrok, nem látod? Ninja, jó reggelt, hotdog úr. Jól vagyok, Simon. Hová tűnhetett? Ez mi volt? Ki vagy te? Renegát vagyok. A Darkness klán vezetője. Ha! Ázám, menekülj! Ezt a kört megnyertétek, de még fogtok hallani róla. Dawson, jegesz anyagára, és szék a könyvtárba. Apám! Ötödik rész. Előzmények. Cerberus. Igen? El kell menjek. Most. Mi? Mi szét? Ez hova? Gonz, most? Van egy fennmaradt ügyem. A fiamat meg kell védjem, de nem vihetem magammal. Edinára fogom bízni. És téged arra kérlek, hogy ha már nagyobb lesz, védd meg őt a veszélyektől. És ne szólj neki semmiről. Ha? Mi? Ha nagyobb lesz? Miért? Meddig leszel távol és... Kérlek, értem, ne aggódj. Őt kell majd megvédened. Köszönöm. Viszlát. Tessék, Ádám, most ebben leszel. Renegát. Na mi az? Számítottál rám? Hagyj békén. Ez csak a kezdet. Enyém lesz a klánod. Addig nem nyugszom, míg enyém nem lesz minden erő, amivel tönkre tehetlek téged, és mindent, ami hozzád köthető. Aham. Na, rendben lesz? Éppen azt próbálom kizeríteni, de ha folyton megzavarsz, akkor itt állhatszuk Ázám fiát. Jól van, bocsánat. Eléggé megszédült, de megmenthetem. Guadalco mixum, jó, így fel fog épülni. Ezt meg hogy csináltad? Kanyítok a varázsláthoz. Ez egy zahazító varázslat volt. Értem, de ki is volt az? Renegát volt a neve? Igen. Ki is volt ő? Úgy láttam, ismert téged, és te is őt. Igen. Sajnos ismerem. És ezt is mondtam, hogy pancosan mi szerzént. Most tényleg. De előbb várjuk meg, amíg Ázám felébred. Ez neki is hallania kell. Frigó! Mondjad, Frigó! Leteszteltem rajta az új kamerámat? Ó, hát persze! Hogy csináltad? Hát, a szerelői és retrotanulói tudásomat felhasználva alkottam meg a... kamerát! A karma és a kamera szavakból. Jó, nem? Remek! Hey, mit jelent a karma? Na, mehet a teszt? Állj be valami jó pozícióba. Menj kicsit hátrébb. Na, lőjjet! Ó, és működik! Ez az! Ja, amúgy jól vagy? Persze! Hogy áll a toborzás, lányom? Egész jól, apám. 75 új tag csatlakozott hozzánk az elmúlt 24 órában. Remek, remek.
Hamarosan egy hatalmas sereg vezetője leszek. És apám, még valami. Tegnap találtam egy papírt, amivel Muteki Ádám nevű személy adatai vannak. Ki ez? Ha, mi? Hol találtad azt a lapot? Az egyik fiókodban. Soha többé ne katorázz a holmim között, világos? Igen, apám. Nem hallottam. Igen, apám. Jó kislány, most folytasd a dolgod és ne kérdezgess. Hol vagyok? Ádám! Srácok! Felébredt! Jól vagy, haver? Igen, de eléggé fáj a fejem és a nyakam. Nem csoda! Zenegát hatalmas evőt bírtakod. Mi az, hogy hatalmasat? Félkézzel a levegőbe emelte Ádámot. Majd csak úgy eltűnt. Hogy csinálta? Cerberus, Renegát mit keresett itt? És miért akart megölni? Zelmekem, elmondok mindent, amit tudok. Most ténylegesen. Ő volt Zenegát, a Darkness klán vezetője. De azt már tudjátok. Ő a mi legfőbb ellenségünk. Egy rosszul tratélt varázsló, aki hatalmas erőzetet szert. Mégis hogyan? A kezében tartja Draco bosszát. Ő egy több ezer éve elhunyt varázsló, akinek az ereje a botjába szállt. Lényegében a bot felelősíti a fizikai és mentális képességeket. Ez az egyik leghatalmasabb varázseszköz. Emiatt is tehetett el ekkora hatalomra. Már több mint 20 éven nála van, és csak egy sokkal nagyobb erő tudja elvenni. De ilyen nem létezik, hiszen régen én és az apád is ezzel harcoltunk. Tessék, az hogy lehet? Miután elhagyta apád a szüzővárosát, elhatározta, hogy megalapítsa a saját szőzét, de ehhez segítségre volt szüksége. Ezért én, mint régi barátszal segítettem neki. Akkoriban már együtt volt a vészeinti anyáddal, de a mostani édesanyád is a csapat tagja volt. Micsoda? Anyám is harcos volt? Mindkét anyám? Igen. Kiváló harcos. Mi öten alkottuk meg a Destiniai rendet. Majd később Destiniát. De nem volt béke. Folyamatosan ment a csata Renegát és szerege ellen. De miért? Mi oka volt rá Renegátnak? Azt nem tudom. Ez egy olyan dolog volt, amiben a szüleid még engem se avattak bele. A háború első felét megnyertük, Zaninak hála. Renegát szerege oda lett. De ő nem volt hajlandó behozolni. Így megszökött. És most építi az új szeregét, hiszen már nincs velünk, Zani. Miért? Mi lett vele? Fogalmam szint. Amikor elmensz, megkész, hogy majd vigyázzak rád. De nem avatod be. Miután leszitultak a kezélyek, mindenki a saját dolgával kezdett foglalkozni. Ahhoz én is. Ez nem lehet igaz. Ott Renegát nekem azt mondta, hogy megölte apámat. Ádám, nyugodj le! Minden rendben lesz. És mi lett az igazi anyámmal? Ő hirtelen közzé vált. Senki nem tudja, hogy hol lehet. Elkapom azt a szemetet, ha addig élek is. De egyedül nem élsz ellene szemmi. Ó, igen? Egyáltalán miért én voltam a célpontja? Apád nem közönséges hazandó volt. Tessék! Ezők egy birtokot, de nem olyanokat, mint egy varázsló. Sokkal erőteljesebb volt. Ezért sikerült visszaverni a Renegátot. Így érthető. Szóval azért te kellettél neki. Fél, hogy megörökölted apád erejét. Így van. Hova mész? Sétálni.
Menjetek utána, nehogy valami buzazágot csináljon. Rendben. Köszönjük, Cerberus. Viszlát! Adam, várj kérlek, beszéljük meg, igen, még az kéne. Nézd, tudom, hogy dühös vagy, de le kell nyugodnod. Mi az, hogy nekem? Te ne utasíts engem semmire. Én vagyok a főnök, nélkülem te senki lennél. Mi van? Egy senki? Inkább neked kéne hálásnak lenned, hogy elviselek egy ekkora tuskót. Álljatok le! Nincs veszekedés. Ezzel nem fogunk győzni. Most az előttünk álló feladatra kéne összpontosítani. Tudjátok mit? Kiszálltam. Csináljátok, amit akartok. Jól van. Menekülj, te gyáva! De ne, srácok, hát nem áll! Ne tegyétek! Meg se hallottam! Majd csak kibékülnek. Ha? Addig is kiderítem, hogy ki ez a titokzatos személy.